Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Nagy Táncscsoviban, hiszen az előbb megtörtént a napelemek átadása. Lobos László polgármester úrral beszélgetünk. Amint elhangzott, ez a napelem, amit most megnyert az óvoda, egész éves áramellátását biztosítani fogja az óvodának. Gondolom, hogy ez a város szempontjából is egy fontos dolog. Hát mindenképpen örülünk természetesen, és annak meg főleg, hogy egy reklámhadjárat után, ahol szavazni lehetett, éppen a karcagi óvodai rendszer lett a befutó. Köszönet ezért azoknak, akik a szavazataikat Karcagra és az óvodára adták. Gazagabbak lettünk ismételten természetesen, és az se mellékesen, hogy kevesebbet kell majd fizetni, illetve gyakorlatilag nem is kell fizetni ezek szerint, hiszen a szakemberek, ahogy elmondták, a áramdíjnak a jó részét, vagy teljes 100%-át biztosítani fogja ez a napelemrendszer. Reméljük, hogy sok hasonló ilyen szavazásos dolog lesz, mert megmutatják a Karcagon lakók, hogy össze tudnak fogni a városért, és ezzel is tudják segíteni a várost. Hát erről mindig is híresek voltak a karcagiak és a kunok, hogy összetartottak egymásért, válvetve küzdöttek, főleg, hogyha ez a jó ügyet szolgált, és ez mindenképpen a jó ügyet szolgálta, még akkor is, hogyha az EU részéről ez egy reklámhadjáratnak volt a csúcspontja. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget. A napelemeket az EU részéről Egyházi Nikoletta szóvivő adta át. Azt hiszem, hogy örömmel jött Karcagra, hiszen itt elhangzott, hogy milyen előzményekkel került ez a városba, ez az energiaellátás biztosító napelem. Mindig nagyon fontos volt számunkra, hogy azokon a területeken, ahol áram- és gázszolgáltatást biztosítunk, ne csak a gazdasági szereplőként jelenjünk meg, hanem mint társadalmi támogató, helyi kezdeményezéseket felkerülő cégként is megjelenjünk. Ilyen akció volt most, ami ugye nyáron indult el Balatonszandon, és aminek a szavazás eredményeként. Itt Karcagon a Táncsics utcai óvoda nyerte meg ezt a szavazást, és kapta meg ezt a közel 6 kW-os napelemrendszert, amivel most már az egész éves ellátását, energiaellátását biztosítani fogja tudni. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez az óvoda megszabadult az energiaszámláitól örökre. Reméljük, hogy lesznek még hasonló akciók, hiszen itt, ahogy igazgatónő is elmondta, azért van még óvoda, ahol lehetne ilyet korszerűsítésként bevezetni. Rengeteg gyerekprogramunk van egyébként cégen belül, és mindig keressük azokat a lehetőségeket, ahol gyerekekkel, gyerekprogramokhoz tudunk bekapcsolódni, és ha nem is pontosan egy ilyen típusú akció, de biztos, hogy lesz még az évek során olyan rendezvényünk, olyan eseményünk, amire érdemes pályázni esetleg, és hát remélhetőleg lesznek még hasonló sikerek a térségben. Reméljük, köszönjük szépen. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, annak az 5500 kollégámnak a nevében is, akik az E.ON Hungária csoportnál dolgoznak, és nagyon szeretném, hogyha elismerhetném, illetve felhívhatnám a figyelmet arra, hogy legyenek nagyon büszkék magukra a karcagiak, hiszen egy nagyon jó kis közösség állt össze azért, hogy ma ez az ünnepség, ez a napelem átadás megtörténhessen, hiszen a szavazataikkal ők segítették hozzá ezt az óvodát ehhez a nyereményhez. Szarka László, a Mandalászion Egyesített Óvodá intézményvezetője is megköszönte ezt az adományt. Itt vagyunk a Nagy Táncsicsban, hiszen sokan így ismerik. Számítottak erre, amikor elindult ez a szavazás? Hát csak reményeink voltak, de miután azt gondolom, hogy Karcag városában az óvodáskorú gyerekeket nagyon sokan szeretik, szülők, nagyszülők, így mertük remélni, illetve olyan összefogott közösségünk van, hogy ide-oda telefonáltunk, hogy gyorsan ez a lehetőség van, és azért azt gondolom, hogy ilyen eredménnyel mi tudtuk megnyerni ezt a napkollektor rendszert, illetve napelem rendszert. Ez nagyon nagy öröm számunkra. Egyik részről az, hogy hát a pénz sem mindegy, hogy az éves energiaszükségletet biztosítani fogja, és ezzel lenullázódik itt a fogyasztás, illetve nem a fogyasztás, hanem a fizetendő rész. És a másik része az, hogy a gyerekek számára a környezettudatos nevelésben ez egy újabb lehetőség, annak a megfigyelése, hiszen már amikor szerelték a napelemeket, már akkor nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek. Ez egy zöld óvoda, tehát azt gondolom egy felújított, nagyon szép óvoda, hogy nagyon-nagyon jó helyre került az EON ajándék, úgyhogy nagyon örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük a cégnek, és természetesen a szavazóknak, akik ránk szavaztak.
És itt elhangzott, hogy ez mintegy 2,5 millió forint értékű. Nagyságrendileg azért körülbelül hány forint lehetett az óvoda? Mert beszélhetünk múlt időben, hiszen azért ma már beindult az újfajta energiatermelés. Mennyi volt éves szinten az energiafelhasználás? Hát az talán inkább nem is a kirovatba tudnám mondani, hanem összegszerűen ezért ez több százezer forint volt egy évben, amit elhasznált az óvoda, és akkor ezt váltja ki most ez a rendszer. Reméljük, hogy sokáig fog működni, és nagyon sok hasznot hoz, amit másra lehet majd fordítani, hiszen azért több százezer forintból sok minden más lehet ebben az óvodában is megvalósítani. Én jó munkát kívánok Önöknek! Köszönjük szépen!